Különleges helyszínen az ezzel a mérkőzéssel avatott szombathelyi jégcsarnokban játszott kvázi pályaválasztóként a FEHA 19 a listavezető és idén még csak egyszer vesztes Újpesttel. A fehérváriak szépen felszívták magukat az ünnepi alkalomra, és a második harmadban 15 másodperc után megszerezték a vezetést Racsinszky távoli lövésével. Minden tekintetben méltó ellenfele volt a Kisvolán a listavezetőnek, de az Újpest rutinja is érvényesült, amikor egy percen belül ütött két góllal megfordított az állást még ebben a harmadban. Előbb Mecevajno értékesített egy kipattanó korongot, majd 48 másodperccel később Pokornyi maradt üresen lövőhelyzetben, amit kihasználva vezetés szerzett a liláknak. A meccs végén kapusát is levitte a Fehérvár, és 35 másodperccel a Dudaszó előtt Csollák révén ki is harcolta a hosszabbítást. 2-2 után is eldőlhetett volna mindkét oldalra a meccs, de megérdemelte a sikert a FEHA 19, amely Blaskó góljával végül 3-2-re nyert, és igazán emlékezetessé tette a szombathelyi csarnokavatót. A mindig nagy presztízsű Albafehérvár-Szolnok kosárrangadóra ezúttal foghíjas kerettel érkeztek a pirosmezes szolnokiak, de így is sokáig a két csapattól megszokott szoros meccset láthatta a Gáz utcai csarnok közönsége. Rendre az Alba vezetett, de az első két negyedben nem hagyta lerázni magát az olaj, amelyben a légiósok feleltek elsősorban a pontokért. Szünet után aztán sokkal jobban kezdtek a vendégek, olyannyira, hogy mínusz 5-ből plusz 6-ot csináltak, de erre meg az Alba reagált jól, olyannyira, hogy a negyedik negyedre 9 pontra nőtt az előny, és az olló tovább nyílt, mert a vendégszurkolók által egész meccsen alpári stílusban poskondiázott Vojvoda Dávid sorra dobálta a triplákat és méltó elégtételt vett. Vojvoda, valamint az egyaránt dupla-dupláig jutó Diki és Barnett vezérletével kereken 20-szal 93-73-ra nyert az Arkonik Alba Fehérvár, és továbbra is veretlenül listavezető a bajnokságban. Első győzelmére készült a női kézilabda bajnokságban az Albafehérvár KC és a szintén nyeretlen újonc Kozár Misleny ellen erre hazai pályán meg is volt minden esélye. Az első félidőben 8 gólos előnyt építettek Utasiék, mert bár játékuk nem volt egyenletes színvonalú, de amikor kellett, tudtak jó szakaszokat produkálni. Ugyanez igaz volt szünet után is, hiszen volt, amikor már 10-zel vezetett, de volt, hogy 5 percig nem dobott gólt az Alba. Afen Táler és Takó volt a két legeredményesebb fehérvári, de majdnem mindenki szerzett gólt a meccsen, melyet végül 33-22-re nyert meg Horváth Roland csapata, ezzel először nyerve meg egy mérkőzést a bajnokságban.